Sokan ellátogattak a vasárnap délelőtti szentmisére Zentán a Jézus Szíve templomba. A hívek örülnek, hogy templomuk új arculatot kapott. Nagyon szeretek ide járni. Nagyon jó érzem itt magamat. A templom kívülről csodálatos, belülről is csodálatos. Prokop Mária művészettörténész elmondta, egy különleges templomról van szó. Nagyon szép a világítása, a nagyon sok ablak, ami színes üvegablak volt az eredeti gotikában, ahogy aztán ezek a 1896-ban szentelik fel a millennium évébe, tehát valóban egy reprezentatív templomnak készül. A neogótikus stílusban épült templom Szerbia legnagyobb működő orgonájának adott otthont. Ezt egyébként tartományi és önkormányzati támogatásból sikerült felújítani. A templomon zajló felújítások egyébként lassan egy évtizede tartanak. Ez már több éve zajlik, pár évvel ezelőtt fűtést, szigetelést, padok felújítását végeztük el, illetve az elmúlt évben, köszönve a magyar kormány és az MNT támogatásának, megújult a templom külseje. A templom külső részén felújították a csatorna rendszert, de megtörtént a festés és a nyílászárók cseréje is. Szigetelték is az épületet. Úgy érezzük, hogy ezek az épületek minden téren fontosak, a közösség megerősítése, a közösség itt maradásához, megmaradásához, és ezért jövőben is erőt fogunk fektetni arra, hogy ezek az objektumok megfelelő külsővel tudják fogadni a hívőket. A szentmise végén Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke tartott ünnepi beszédet, amelyben megköszönte a majdnem egy évtizedes erőfeszítést a templom megóvása kapcsán. Némi túlzással azt mondhatná az ember, hogy ma a templom szebb, mint újkorában. Ha nem is igaz, az mindenféleképpen igaz, hogy talán komótosabb, kényelmesebb. A magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács 120 millió forinttal támogatta a templom felújítását.